Sziasztok, Kampec vagyok, és ebben a videómban szeretném megköszönni nektek a majdnem az 1000 megtekintés YouTube-on. Hát és akkor meg tudtam csinálni a mikrofont rendesen. Jó, hallottok remélem, nem akadozik, mint az előbb egyszer-egyszer úgy beszakadt. És láttok rendesen szerintem. Hát akkor menjünk is tovább. Hát legelsőnek evel a mikrofonnal próbáltam felvenni a hangomat, csak ez zúgott erősen, és ezért dobtam a francba. Na hát akkor most ezt a kicsi szart használom itt, ami itt van. Ez jobban veszi szerintem a hangot, és minden jó, nem az a lényeg, most erről el tudnék beszélni jó darabig. Az a lényeg, hogy ugye tudjátok, van ez az internetes rádió. Közben az újra indult, tehát most ez volna inkább a lényeg a videónak. A lényege, hogy ugye újra indult a rádió, és nem tudom, hogy miért nem van annyira néző vagy hallgatósága, mint a legeleinte, de most már mindegy, hát remélem tetszik így is a rádió mindenkinek, aki nézi, és aki hallgass, én is nézi. Hát akkor a rádióra egy kicsit annyit szeretnék ugye mondani, hogy július, június 12-én indult ott teljesen újra, hát legelsőnek, mikor tavaly csináltam volt rádiót, annak My Rádió volt a nevem. Ez a rádió nem futott annyira be, maximum jött a hallgatóság, 10 ember volt. Itt pedig maximum hallgatóság most tanában 15-20 környékig mozgott. Hát az elég szép hallgatóság. Hát akkor menjünk is tovább. Ugye, hát miért is mondjak, hát a rádió bővül folyamatosan műsorvezetőkkel is. Most jelenleg háromnál tartunk, remélhetőleg még lesz műsorvezetőnk. Olyan ember, aki szereti a zenét, ért is a zenéhez. Na is nem úgy is ért. Hát meghallgassa az embereknek a kérését, hogy milyen zenét akarnak, s ilyesmi. Hát akkor még mit lehessen mondani a rádióra? Hát bemutatnám egy kicsit a DJ-ket is. Hát most a napokban, körülbelül 7-6 táj, felvettünk egy új DJ-t. Ő jelentkezett normálisan. Hát róla annyit kell tudni, hogy a tesómnak az osztálytársa szerintem azért jelentkezett, hogy legyen itt nálunk DJ. Hát elég szép jelentkezése volt, hát szépen megkért minden, hogy lehet-e DJ, és minden, mondom, hogy hát igen, lehetsz, mert 14 éves elmúltál, zeneízlésed megvan, jól én ismerem őt, nagyon jó a zeneízlése, és az az egész benne, hogy ő falubeli, és könnyebben tudunk így nagyobb műsorokat csinálni, ilyen 1-2 órás műsort, tudjátok, hogy folyamatosan beszélgetünk, és ilyesmi, nem mind BMK-val, a másik műsorvezetőnkkel, ő Magyarországon lakik, és ezért csak úgy tudunk műsort csinálni, esetleg, hogy csak ő egyedül, vagy Skype-on keresztül, de az már nem annyira érdekes, mert szerintem nem hallatszik annyira hang, se ilyesmi dolgok. Hát, még mit lehetne mondani? Hát, ugye megköszönöm akkor a majdnem 1000 megtekintést. És, jaj, és valamikor tervezek valamiféle videót, valami érdekes videót, valami játékot, vagy nem tudom mit pontosan, mi lehet is az. Majd kitalálom. Valahogy ki lehet találni az ilyen dolgokat. Hú, mondjatok valami ötletet, azt majd ti is, de ne valami nagyon nehezet. Még például lehet majd csinálok valamikor Minecraft videót, de az elég nehéz konvertálni, mert nagyon nagy méretbe. Hát a múltkor próbáltam, játszottam 4 percet, lementette ez a bandikám, hogy hívják rá, 6 gigára, az eszméletlen volt, azt gondoltam, kidőlök a székből. Hát akkor így nagyjából az ilyen dolgokra ennyi volt. Hát nézzünk vissza egy kicsit a, most már tényleg az, mióta
videózok, ugye hát neki kezdtem legelsőnek a rádiónak, megcsináltam volt a legelső videót a Sony Vegas-szal, az ilyen, hogy hívják ott, hogy bemutat ilyen trailert, hogy hát az a videó volt a legelső videóm, amit én készítettem és fel is töltöttem. Utána jött egy kicsit két komoly videócska, amit így készítettem, az egyiket a, és két kisebb intróig tesztelgettem a Sony Vegas, és fel is töltöttem, és azoknak is elég szép nézettsége lett. Utána jött észre a, hogy hívják, a Need for Speed Most Wanted, igen. Utána meg internetes adő, és így jöttek folyamatosan a videók, születtek meg, elgondoltam mi legyen, és meg is csináltam. És közben nekifogtam a Need for Speed Carbon végigjátszás sorozatnak, de hát az nem olyanra sikerült, ahogy én akartam, hamar a vége lett, és én hagytam véget neki, én fejeztem be hamarra, mert hogy hívják, újra kellett rakjam a gépet, s a játék is letörlődött, s a lementések is, ugye, és így nem volt kedvem már megint újra kezdeni, és azokat a videókat letörölni, és ilyen hülyeség dolgok. Hát, és kicsit beszéljünk még a YouTube-ról is, hát ugye láttátok sokan, hogy a YouTube-nak a kinézete megváltozott nagyon. Hát szerintem ez is olyan átlátható, sokan kritizálják ilyen és olyan a videó, de nekem mindegy milyen, csak legyen hova feltölteni a videót, legyenek nézők is. Tehát én azt akarom, hogy legyetek boldogok ezekkel a videókkal, amiket én csinálok nektek. Hát folyamatosan arra törekszek, hogy ugye újabbnál újabb és érdekesebb videókat csinálok nektek. Olyan, hát most az van, hogy egy-egy videó között van, úgyhogy nem telik el 5 percenként teszek fel egy-egy videót, hát a múltkor is a rádiónak két videót 5 perc különbséggel töltöttem fel. És van úgy, hogy egy-két hét, míg felrakok egy videót, valamit felvetetek, vagy valahogy kilóttam egy csomót. Most evel is a videóval, amit felvetettem, vagy 4-5-ször futtam neki, hogy legyen most normális, és szerintem jó lesz, nem röcsög a mikrofon se annyira, nem zúg. Hát én mit lehetne mondani? Ja, és BMK-ról még annyit kell tudni, ugye műsorvezető társamra a rádiónál, hogy neki is van csatornája, és ezt most reklámoznám nektek. Mr. BMK 18, úgy találjátok meg. Van saját fórumja, és ilyen Metinnel foglalkozó fórum, esetleg aki Metin szervert akar csinálni, beszéljen vele, de teljes szervet nem csinál, csak ha esetleg elakadsz, akkor segít neked. Hát akkor még mit lehetne mondani, ez körülbelül ennyi lenne, hát így nagyjából elbeszélgettem így a dolgokat. Hát akkor sziasztok, legyetek jók, és a következő videóval remélhetőleg karácsony után találkoztok, ami egy köszöntő lesz és évbúcsúztató videó. Hát sziasztok, legyetek jók. Ennyi lenne mára tőlem.